Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió labdarúgó barátait. Ebben a pillanatban egy néhány másodperccel ezelőtt elkezdődött a Fehérvár Spedring BMP mérkőzés az Alba Ligából. Ötödik fordulónál járunk már. Sárga mezben látható majd a Fehérvár Sped, és fehérben pedig a Ring BMP. Fehérvár Sped jelenleg a 8. helyen áll. 3 meccset játszottak, ugye 11 csapatos az Alba Liga első osztálya, tehát minden körben pihen az egyik gárda. Szóval 8. helyen áll a Fehérvár Sped 3 mérkőzés után. Egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, 11-10-es gólkülönbség 4 ponttal. Érdekesség egyébként, hogy a Ring BMP előttük van, de nekik rosszabb a gólkülönbségük, 10-11. Tehát effektív, hogy a két gól differencia van, és ma akár előzhetnek is a sárga mezesek, hiszen a Ring BMP 4 mérkőzést játszott már, 2 győzelem, 2 vereség, és ahogy már mondtam, 10-11-es gólkülönbség. 6 megszerzett pont, ugye itt is 3 pont jár a győztes meccs után. A Fehérvár Spedből mindenféleképpen felhívnám a 9-es mezben szereplő Szerecki Bélára a figyelmet. Nagyon előkelő helyen szerepel az Alba Liga első osztályán a góllövő lista, hiszen már 5-ször volt eredményes. Ezzel holt versenyben a perszótulós Tóth Balázsral, valamint a Sárépszer Kft. És Orgyán Mátéval a második helyen áll. Szabó Ferenc a Fortrans játékosa vezeti egyébként a góllövő listát a maga 6 találatával. A jó labdaszerzés, és király tette előre, Király Antal, aki meg is sérül, és most ott a lehetőség elől, de aztán luftot rúgott Pusztai Attila, nagyon mérges is. Szabó Lajos a kapuban a Fehérvár Spednél, és neki is van már egy gólja, azért ez mindenféleképpen érdekes. Hosszú indítás, sikerül is levenni. Szerecki Béla, aki most bedobja a labdát, és picit hosszú lett. Pedig volt középen érkező játékos. Nem sikerült helyzetet, komolyabb helyzetet kialakítani a Tőke Róbertnek, hiszen nem volt jó a bedobás. Ez meg így egy picit hosszú. Bregucs Gergő próbálkozott. Jóval több a csere lehetősége egyébként a Fehérvár Spednek, akik közben Szerecki nem sokkal mellé a 3. percben. Emlékeim szerint egyébként a Fehérvár Sped is képernyőn volt már nálunk, egészen pontosan így van, a múlt héten a Fortrans Fehérvár Sped mérkőzést közvetítettük, az egy 3-3-as döntetlent hozott, előtte pedig a Sárépszer Kft-vel játszott a Ring BMP. Azt a találkozót is adtuk, akkor 6-4-re a Sárépszer Kft nyer, tehát ha két csapat képernyőre kerül nálunk itt a Fehérvár Televízióban, akkor az garantálja, hogy gólgazdag mérkőzésre számíthatunk, reméljük, hogy ez így lesz most is. Egyébként a Fehérvár Sped, na mindjárt mondom majd, 6-ossal Pusztai Attila lőtt kapu mellé. A Fehérvár Sped a Sárépszer Kft-t vert az első körben 4-2-re, aztán kikapott a Bádogostól 5-4-re egy szoros meccsen, és aztán van ez a döntetlen a Fortranszal. Míg a... Hoppá! Ez egy trükkös megoldás volt. Kis Robert tüzelt, és engedte el aztán Pusztai Attila. Kis játszik 10-esben, eredetileg 7-esben játszott volna, csak aztán rájöttek, hogy van még egy 7-es a csapatban, úgyhogy gyorsan a meccs előtt még elszaladtak egy másik mezért, amiket messzire menni kim volt az autóban. Nézzük a bedobást. Sikerül-e felszabadítani? Ott a lehetőség. Kis Robert. Szóval a Ring BMP a Pasa Kebabot verte. Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Egészen pontosan ez a csapat neve, 2-1-re. Az első körben majd 3-0-ra verte a Boáron homeopátiát. Aztán, ahogy mondtam, ugye 6-4-re kikapott a Sárépszertől, és 4-1-re
a Bádogostól. Tehát azért vannak közös pontok a két csapat életében, például ugye a Sárépszer, amelyet a Fehérvásbet ugye megvert, a Ring BNP kikapott tőlük, a Bádogostól kikapott a Ring BNP simán, a Fehérvásbet pedig ugye egy szorosabb meccset játszott. Egyébként Bobori Balázsik, vagyis a Döcös vezeti az első osztályt, és ott is egy jó lehetőség. Jól mozdult ki a vonalról a kapus. Horvát 2 Attila próbálkozhatott, ugyanis a Fehérvás pedig 2 horvát Attila van, összesen 3 horvát, 6-ossal horvát 1 Attila, 15-ossal horvát 2 Attila, és 7-essel horvát Tamás. Szóval a Döcös vezet, ahogy elkezdtem mondani, 10 megszerzett ponttal, a Bádogos Greco Petrol egy meccsel kevesebbet játszva 7 ponttal, tehát vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll a két gárda, így egy döntetlen álló csapatok neve mellett. Aztán Pelszó túl 6 ponttal, csak úgy 6 pontos a Sárépszer, a Buáron, Homeopáti és a Ring BNP, 5 pontos a Fortrans, a 7. helyen, 4 pontos a 8. helyen álló Fehérvás, mert 9. a szintén 4 pontot gyűjtő Masterplus, 10. a 3 pontos Pasakebab Dávid Kis Kft. És a 11. helyen a jelenleg még pont nélkül álló Alba Csavar szerénykedik, és hát ma sem vár rájuk könnyű mérkőzés, mert ugye csütörtökön 21 órától a Bádogos Greco Petrol ellen kell meccselniük. Egyébként ebben a körben Pasakebab Dávid Kis Kft. Pelszó túl, Buáron Homeopátia Masterclass és Sárépszer Kft. Döcsös meccseket rendeznek. El tudtam mondani mindezt, mert ez a iminti sarokrúgás, amelyet a Ring BNP végezhetett, ellen komoly veszélyt nem hordozott magában, a 7. percben járunk. Kis, és ott a vezető találat, 1-0. Pusztai Attila gólszerző. Vezette hát a Ring BNP. Kis Robert a gólpasszos. Ha jegyeznék ezt is itt az Alba Ligában, akkor és föl kéne mindenképpen jegyezni. Nem volt egyébként, tehát kis megoldása volt igazából a kulcsmomentum Pusztainak, csak tényleg 10 centiről kellett berúgni, de hát néha látjuk, hogy ez is probléma, és ugyanaz az összjáték. Egy perccel később ugyanúgy Pusztai. Kis Robert adta ezúttal is a gólpassz, 0-2. Nem is telt el egész egy perc újrakezdés óta. Már is vezet tehát 2 góllal a Ring BNP. Kicsit is most elaludtak a Sárépszer, vagy bocsánat, a fehérvásbetesek. Legutóbb ugye, akkor én közvetítettem Alba Liga meccset, akkor Sárépszer Ring BNP mérkőzés volt. 10 gólt láthattunk, hát reméljük, hogy ma is látunk legalább annyit, vagy e közelít egy 6-8 gólt. Hiszen hátra a labda, aztán Takács Tibor, aki most friss szerzemény igazából a csapatban. Most az első mérkőzését játsza. Nem volt jó, mert mondta is egyébként előre Takács Gergő Zsoltnak, hogy nem lesz jó. Az orosz Attila. Aztán Horvát 2 Attila. Orosz Attila, Attilák játszanak össze egymás között. Tőke Róbert próbálta meg tovább tenni. És most akkor egészen hátra kerül kis Norbert kapushoz. De már van ugye 3 horvát az egyik oldalon, akkor ugye azt is szögezzük le, hogy a másik oldalon pedig 2 kis van, a kapuban kis Norbert, egyesen is ugye a 2 gólpassznál járó kis Robert 10-essel. Ő tette most vissza Takácsnak. Gergő forgatta ki a jobb szélre Zalatnai Péternek. De már sárga mezes lábakon, és mire kimondom ezt, addigra oldalról jöhet a Ring Zalatnai Takácshoz.
úgy mutatták be Takácsot itt a csapat vezetőnek, hogy ő a fiatal és ügyes. Meglátjuk, hogy ebből majd mit tudjuk kamatoztatni. Mennyire igaz ez az állítás. Nem túl magas játékos, tehát alacsony van a súlypontja, így akár gyors forgásokkal okozhat, lefordulásokkal okozhat gondot az ellenfélnek. Tőketette hátra is mentette meg a labdát, és szerezte meg a labdát ott a félpályánál. Horváth kettőnek vissza. És a kapusnak el kellett engedni, mert hazaadás lett volna, és így a lehetőség, hatalmas védés, megint csak, és aztán ez is fölé. Orosz Attila próbálkozhatott kétszer. Most nem értette meg egymást. Király Antal, valamint Kis. Norbert, kapus. Hármassal a pályán, most a Csinagy Attila is. Kiteszi elő királynak. 12. percben járunk. Ugye kétszer 25 perc a találkozó. Most tiszta. Mert egy futóóra van, tehát nem tiszta játékidő, nem áll meg az óra. És hát ugye ez a Főnix sarnok sajátosság, azt most is láthattak, hogy azért ezek a gerendák, itt a régi gyárépület, vagy raktárépület tartó gerendái azért bebelógnak, és ez néha okoz némi problémát. Kicsit hosszú Csénagynak, jön a kapujából Szabó Lajos. És azt láthatjuk egyébként, hogy a ring elsősorban most, főleg most már két gólos előnyben a védekezésre fekteti a hangsúlyt, tehát fejetlenül nem rohannak előre. Ezt egyébként 0-0-ás állásnál sem tették, és nem tették ezt a Sárépszer ellen sem, ott is inkább a gyors kontrákra játszottak, építettek. Annak ellenére, hogy vezet 2-0-ra a ring, többet van a labda. Érzésem szerint jóval többet a Fehérvár pednél. Most egy gyorsan labdát szerzett a félpályán túl a ring. Aztán ebből nem, nincs utána nagy rohanás, fejetlen vágtázás előre. Ez pedig egy rossz kidobás volt. Tehát éppen Kis Norbert kapusnak volt, jó? Jöhet a Fehérvár Sped. Egyébként majd az Alba Liga első körének, ugye amikor mindenki játszik mindenkivel, már legalább egyszer az annak a vége, december 18-a lesz, utána következik a téli szünet, meg hát a szokásos Videóton baráti körtorna, ahol azért az Alba Ligában szereplő együttesek közül jó néhányan találkozhatunk. A Vogban ugye a két ünnep között. Nézzük, jó a keresztpassz, nem volt rossz egyébként, csak jól helyezkedett Regócs Gergő. Zsolt. Szépen egy érintővel tovább. Aztán nem tudta megtartani a Takács Tibor. Azonnal letámad az ellenfél büntető területe előtt a Fehérvársped, de ki tudta hozni a labdát a ring, és aztán lövési ma nem jutott el. De szépen át, és ez így nem jó, ez így nagy helyzet, Horváth 2. Nem sokkal kapu mellé, Horváth 2, Attila. Marad a 0-2, Fehérvár Sped, Ring BMP. Ez egy jó, a hosszú indítás, nem. Most a Attila nem alacsony, ennyire nem magas. Talán kéz volt Csénagynál, nem fújt a játékvezető. Lép
átmenet közben, most ugyanonnél, tehát akkor a oldalrugás, túl vagyunk már a fél idő felén, valamivel több mint 10 perc van még hátra az első játék részből, és aztán Orosz Attila veszíti el. Kis Norberthez kerül hátra, aki bátran vállalkozik erre, de hát ez kis pályán, ez elengedhetetlen, hogy a kapus lábbal is jó legyen, mert be kell venni néha-néha a játékba. Csíny nagy. Mellehetette volna tovább Zalatnai Péter. Takács lép közbe. Hát nyilván most szeretne bizonyítani a társaknak, hogy jó döntés volt az ő igazolásának elintézése. De meg egyelőre, ami történik a pályán, az jó a Ring BMP-nek, hiszen Fehérvárosped az imént kialakított egy helyzetet, ugye meg előtte volt még egy. Csíny nagy tette rá, és nyúlt bele. Szerintem egyébként feleslegesen Szabó Lajos kiment volna oldalt, így viszont a sarokból jöhet a ring. Hát látunk már ennél jobb sarokrúgást, ezen a mai meccsen is például. Kicsit tanástalan volt Csíny, nem mozogtak eleget a társak. Regócs engedi ki rutinosan. Aztán a dobást választja, és Horváth 2 előzte meg Pusztait. Takács szépen beemeli Pusztainak, aki fejjel tovább csúsztatja, de nem komoly veszélyt nem hordozott magában. Fölkés van, az első szabálytalanság a mérkőzésen, így 16 perc elteltével. Ez egy egész jó számos, a 17 percen is túljárunk. Most váltott az óra a kijelzőn. Nem volt rossz elképzelés, Pusztai csúsztatása. Hiányzik egyébként a ringből a három gólos Právics Krisztián. Sérülés miatt nem szerepelhet, hát nyilván azért az egyik legjobb király, Antal a Holt versenyben legjobb góllövő. Bár most már Pusztai Attila is ugye háromnál jár, hogy itt kétszer betalált. Nagy helyzet! Én Kis Róbert adhatott volna a gólpassz, Bregócs Gergő azonban nem talált be ököllel. Kis Norbert elöklözte a labdát. Lábbal Kis. Orosz Attila próbálkozását hatástalanította. Majd le Horváth 2, és Kis Norbert védett. Nyilván most a Fehérvárospednek legalább az a célja, hogy szünetig szépítsen, és a egy gólosra csökkentse a második szédő elejére a mostani két gólos hátrányt. De hát kispályás fociban ez a két gólos hátrány sem mondható leküzdhetetlennek, és a játék képe alapján egyébként azért van is esély opció arra, hogy a Fehérvárosped visszazárkózzon, vagy akár egyenlítsen. De nincs az a irgalmatlan fölény. Megint Orosz próbálkozhatott, őket tette középre. De nincs irgalmatlan fölényben a Fehérvárosped. Szöglet utáni szituáció, és az újrakezdés után is, én azt hiszem picit talán főleg a második gólnál egyértelműen a Fehérvárosped belealudt. És ajándékozt, hát már amennyire lehet egy gólt ajándékozni. Elkönnyen is kötték ott aztán, főleg a második szituációt, amiből kapták a második gólt, az egyértelmű.
Tehát ezzel a ezek a lehetőségekkel pedig élni is kell, tehát semmivel sem akarom kisebbíteni a Ring BMP-sek eddig két gólja körüli érdemeket. Nagyon messziről hátra Tőke Róbert, Szabó Lajosig, a kapusig. Horváth 2 Attila. Két játékvezető pedig nem érti meg egymást. Az egyik mutatja, hogy erről ment ki, a másik meg arról, de hát végül is. Én azt hiszem, hogy a jó döntés született, mert tényleg elég fehérvárpedes játékos melkasáról ment ki. Horváth 2 Attila melkasáról. Azért is dugott akkor át a labdába, tehát azért is lehet figyelni, hogy a utána egy-egy szituáció utáni reakcióból lehet arra következtetni, hogy lehet utána jó ítélet, hogyha a játékvezető nincs is pontosan vonalban, pozícióban, és nem látja egyértelműen, hogy kiről ment ki. Kis Robert készíti le a labdát szabadrúgáshoz, a játékvezető pedig leméri a megfelelő távolságot. Öt méterre kell állni. Pusztai. Kis. Nem volt rossz. Középen Takácsnak, aki elengedt, és a túloldalon pedig érkezhetett volna Bregócs Gergő, aki érkezett is, csak jó két ütemmel később. 22. perc. Még mindig 2-0-ra vezet a Ring. Szelecki Béla teszi vissza, az, akit említettem, hogy 5 góllal a második volt versenyben a Alba Liga góllövő listáján. Szelecki lőtt, és aztán Csé nagyon jól megy ki. A sarokból jöhet a Fehérvásped. És ez így nem volt rossz elképzelés. Horváth Tamás próbálkozott, Tőke Róbert nem először osztott ki jónak mondható labdát, ez viszont saját játékosról megy ki, még hozzá Szelecki Béláról. Hát értem szerint most a Fehérvár, vagy illetve a Ring BMP nem fog sietni. Hát ez pedig nem volt jó bedobás, nem mozogtak a társak abba az irányba, ahova Csénnagy szerette volna dobni, vagy ahova dobta is végül. Az utasítás a pálya széléről kezd előről az akciót, de nem hozott ez sem eredményt. Király Antal lőtt, Szabó Lajos pedig védett, Király dobja majd be. Hosszú Pusztai várta volna a labdát, de Szabó jól mozdult ki. Rossz helyre dobott. Most próbálkozhat újra, mert hogy Kis Róbert fejese hozzá került vissza. Két gólpasszal állók is. Utolsó perc az első fél időből, most vagy soha, szépítéshez, Fehérvásped részről. Csénagy Attila érkezett nagy lendülettel, most már mindenféleképpen szeretnék, azt hiszem, kihúzni. Kapott gól nélkül, még egy sarokrúgás vele fér. Másik pályán letelt, fél idő. Rövidesen itt is le fog telni. Pusztai mehet el a szélen. Szabó kezében köt ki a labda. A játékvezető is már nézi az óráját.
Ugye másodpercek lehetnek hátra. Horváth 2, Attila csúszik el itt előttünk. Pusztai nagy helyzet lehetett volna, hogyha mellé tudott volna lépni. 2-0 tehát a fél időben az állás. A Wing BNP vezet a Fehérvárspad ellen. És a játékszer a képen. A labda. Kezdődik a második fél idő a Fehérvárspad Ring BNP mérkőzésen. 2-0-ra vezet a fehérmezes Ring BNP. 14-essel a pályán, talán először a meccs folyamán Fekete István. Egy találat már van a neve mellett az idei Alba-liga sorozatban, amennyiben az MLS adatbankja pontos, mert ugye az MLS égisze alatt fut ez a sorozat, és tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetség által kibocsájtott játék engedélyekkel lehet csak pályára lépni, és ezeket a mérkőzésekbe is kell mutatni, hogy ne legyen fényképes igazolványról természetesen szó, hogy ne lehessen trükközni azzal, hogy valaki mondjuk kapott egy eltiltást, és akkor pályára lép más nevében, más helyett, úgyhogy, de hát ilyenre egyébként én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok példát az elmúlt évekből a szervezők sem tudnak mondani, de azért ez is jelzi a sorozat komolyságát, hogy ilyen igazolások kellenek, és hát ugye sportszerkesztőségünk vezetője Somos Zolinak is van ilyen igazolás, ők a Más tésztával szerepelnek az Albaliga másodosztályában. Bauer Tibor adáskiadó kollégánk csapatvezetése mellett egyéb iránt. És hát Zoli, majd ha minden igaz, hiszem, akkor pénteken meccselnek általában. Én már mondogattam neki, hogy kéne egy-egy mérkőzést közvetíteni, ahol ő is szerepel, hát azért ettől elzárkózott. Magát egyéb iránt időhúzó csereként apostrofálja Zoli. Tehát térjünk vissza ide erre a mostani mérkőzésre. Elkalandoztunk a másodosztályba. Nagyon szép! Passz! Pusztaitól, illetve bocsánat, Király Antaltól, Szalapnai Péter pedig tüzelt. A pontossággal volt egy pici baj, erő az volt benne rendesen, meg szép volt a megmozdulás, Fekete került a földre, Gergő Zsolt 6-6-os közreműködését követően. Hoppá, kis Norbertnek kellett figyelni, és ebből most indulhat Csé nagy a bal szélen, van is előtte ember Gergő Zsolt, de Orosz Attila mellett nem tudta pontosan tovább tenni a labdát, így Orosz rúghatja be oldalról. De három fehérmezes jutott most két sárga mezesre a ring tér felén. Így nem tudott a hátrányban lévő csapat komolyabb akciót kibontakoztatni. Csillan, hogy veszi le. Jöhet a Fehérvárspad. Gergő Zsolt lépett közbe. Úgy hallom, Zsolesz pecenévre hallgat. Nem Feketéről ment, hanem Takácsról, így a Fehérvárspad jöhet. Szeret ki elől, sikerült kirúgni. Fekete nem tudott lőni. Hoppá! Szabálytalanság, és lehet egy kis kakaskodás is lesz. Zalatnai Péter vitte földre ellenfelét. Horváth Tamást, aztán már szent a béke Szalatnai és Horváth között. Szeret ki a labda mögött. Takács vágja ki. Ilyen friss igazolás révén azt hiszem, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nem lehet panasz a játékára. Szeret ki.
Iharc egy szabad dobás, és aztán most Takács elrúgja mérgében. Őt kell figyelmeztetni. Kapu mellé. Tőke. És már Gergő Zsolt hozhatja föl. Gergő helyzetben. Volt az elképzelés, de mellé is fölé is ment. Marad a 0-2. Gergő. Nagyon aktív. Ellene fújnak. Szelecki. Szeretsz ki elől, aztán az is erővel Gergő, amint Takács. Valakmai tette tovább. Gergő elé lép be, kicsit hevesen. Szeretsz ki Béla. Szabadrúgással jöhet most a BMP. Amennyire az első fél idő elején de nagyon sokáig kellett várni az első sípszóra, ami szabálytalanság miatt szakítja meg a játékot. Itt most a második fél időben viszonylag hamar jöttek a faltok. Tibor a labda mögött. Alapvonalra tette volna le Pusztainak. Fordulhat a Fehérvárspet, Szelecki robog végig a pályán, és aztán jó a passz Feketének, és nem sikerül a szépítés. Horváth Tamás ajtóablak helyzetet hagyott ki. Takács. Szalatnai. Király. Alatnai, valamint aztán Szabó Lajos. Gergő lőhetett volna, most ezt talán egy picit eltotojázta a Ring BMP. Hamarabb is lehetett volna reagálni erre a helyzet részen. Több fehérmezes is ott volt a kapuval szemben. Gergő nem tud labdához férni. Horváth Tamás, mert Horváth Tamás több fehérmezes védőn is áthámozta magát Horváth, de most megint ketten veszik körbe, és aztán elcsúszik. De fehérmezesről neki. Sarokból jöhet Fehérvárspet, és Horváth megint reklamál valamit a játékvezetőnél, hogy talán ez szabadrúgás is lehetett volna, most a játékvezető figyelmeztet, és megbeszéli vele, hogy mit szabad, és mit nem verbálisan, és nem verbálisan. Az emelést pedig Zalapnai kifejeli, Király tovább, és aztán Takács tartja benne, de csak át tudja rúgni a túloldalra, ahol még késve érkezett Gergő. Jön Pusztai a pályára Gergő Zsolt helyett. Horváth Tamás lőtt mellé. Király és Takács. Takács hozza föl, nézi kinek lehet a passzolni. Király kapja. És eladja. Pusztainak tette volna a túloldalra. Csínagy érkezett jó ütemben, megelőzve Horváth Tamást. 9. percben járunk, még mindig 2-0-ra vezet. Az NBNT ugye. A 7. és a 8. percben Pusztai Attila két góljának köszönhetően. Mind a két gólpassz Kis Róbert jegyzi. A rendkedvét nézzük. Szelecki közbelír Csínagy. Szelecki dobja. Tőkerli azonban sikerül kifejelni. Kis csak lábbal mer hozzáérni Kis Norbert. De mérezte szerintem most a vonalat, nem akart összehozni egy kiállítás, egy szabadrúgás az ellenfélnek, és Szelecki lő viszonylag messziről, jó 10 méterről, nem sokkal a kapu mellé. Takács forguló, tényleg nem ügyetlen a labdával. Csínagy. Nem Csínagy volt ott, bocsánat, Pusztai. Norbertig hátra. Takács. Ring BMP. Szabadrúgás.
Kis Robert. Salokrúgás. Tizedik percben járunk. Operatőr kollega egy picit útban van, hogy lássam a sarokrúgást. Hát a hosszúra és aztán pusztai próbálkozhatott, nincs meg egyelőre a mester hármas. Szelecki tenné le Orosznak. Megint jól zárt a ringre tesz. Király, de nem sikerül. Horváth, kettő Attila fölé. Kis Robert dobhatja majd a labdát. Pusztainak előre. Értik egymást. Gyorsan elvégezte a fehér vásped a szabadrúgást. Szelecki elő, pedig Csé nagy vágja ki. Kis kézzel, tenyérrel paskolja tovább. Kiszelidíti meg a labdát a fehér vásped. Tőke, ott nincs saját ember. Kis, nagyon szép a indítás. Pusztai mellé! De ehhez kellett az is, hogy Szabó Lajos beleérjen. Óriási lehetőség volt ez a 3-0-ához, és azért ez a 3-0 most már így rövidesen közeledik a második félidő fele is. Azért komoly előny lett volna. Ezt Pusztai tette be, illetve Király tette be, bocsánat. És Kis Robert lőtte fölé. Érkezett orosz helyére a pályán. Pályára. Tőke. Király szerzi meg. Kis Robert. Egy jó közbelépés Horváth 2 Attilától. Ez mindig azok a hatosra a pályán van Horváth 1 Attila is. Hoppá! A másik hatos. Pusztai a két gólos. Nem sokkal tévesztett célt. Az a hatossal most kapja Horváth 1 Attila. Fekete Szelecki mellé. Épp volt a akció, gyorsan átjátszották a lapvonalatól a túloldalig egy-egy érintővel. Cső nagy Szabó nézik, kinek lehetne dobni. Horváth 1 Attila. Nem bocsánat, hogy Horváth 2 Attila. Kapufa! Pusztai. Összejön-e vajon a mester 3-as? Mai meccsen Pusztai Attilának. Jó ütemben cserélt. DMP Gergő helyzetben! Ajj, a hosszút vette célba, néhány centivel ment csak mellé. Marad a 0-2. 14. perc, tehát éppen, hogy több van hátra, mint 10 mérkőzésből. Szelecki, Fekete mellette, teszi is tovább, Fekete Szeleckinek vissza, és éppen, hogy picit megbillentette Bregócs Gergő Szeleckit, így nem tudta belülni a szépítő gólt. Gergő Zsolt, tovább Csé nagynak, aki éles szögből lő, oldalháló. Marad a 0-2. Azt mutatják a fehér mezesek a rindértések, hogy ez gól volt. Egy lyukas a háló, és azért jött a hátulról vissza. Hát, érdekes szituáció. Azt hiszem, hogy oldalt nem mehetett be, mert ott nincs lyuk a hálón, csak fölül. Hát kit zavar meg ez a kis közjátékos? Gól volt, vagy nem volt gól? Bevallom, én nem láttam gólnak.
Minden esetre hivatalosan marad a 0-2. Horváth 2. És Kisvéd. Valamivel több, mint 10 perc még. A mérkőzésből. Fekete. Fekete István egyébként. Szelecki Béla. Újabb sarokrúgás. Hát ezt sikerült egészen hátra játszani, ezt a sarokrúgást a kapusig, Szabó Lajosig. Fekete. Szelecki egészen hátul volt, hogy hátul helyezkedett. Gergő. És ez most már 0-3, így akkor megvan a harmadik gól. Gergő Zsolt. Nulla három tehát. De hivatalosan a Fehérvárspad a fája választ, ezért mondom így. Ugye elvileg ők játszanak hazai pályán. Mégis meg lehessen valahogy őszi tavaszit különböztetni egymástól. Nyilván ennek akkor van jelentősége, hogyha két hasonló vagy azonos messzínnel akarna pályára lépni két együttes, akkor a hazai választhat. Horváth 1, Attila, Szelecki. Horváth 1 és Szelecki játszanak megint össze, és jó volt a blokk. Husztai, Kis, a hosszún érkezik Gergő, de csak fejjel tudott belekapni. Egyébként adott esetben a ring ezzel a győzelmével szerencsés eredmények, az az eredmények szerencsés alakulása mellett akár a második helyre is fölérhetne a Döcös mögé. Új Pusztai, mi maradt ki, és aztán Szeleckinek kell védekeznie. Mai napon egyébként a hetedik helyen álló Fortrans, a szabadnapos, ők nem játszanak. 5 pont találnak a hetedik helyen, pont a ring és a Fehérvárspad között. Pusztairól megy ki. Fehérvárspad jövő héten majd a most még nulla pontos Alba Csavarral játszik. Azon a meccsen majd az Alba Csavar lesz a pályaválasztó. Míg a Ring BMP az éppen most szabadnapos 5 ponttal álló Fortranszal játszik, ott majd a Ring lesz a pályaválasztó. Utána lesz szabadnapos a Ring BMP, a 20. fordulót hagyják ki. Micsoda helyzet maradt ki Gergő. Gergő Zsolt. Kisviszi föl, szétszakad a pálya, mint hogyha kicsit hitüket vesztették volna. Megint egy nagy lehetőség maradt ki. Most Kis Róbert hagyta kint, hogy hitüket vesztették volna a sárga mezesek. Mindent egy napra feltéve hagynak elő embert. Szelecki. Végezheti majd az oldalrugást. Orosz Attila. És végül is róla megy ki. Kis Róbert. Kis Norbert.
Gergő Zsolt. Még 5 perc a mérkőzésből. Kényelmesen adogat a ring BMP. Mondom ezt egészen addig, míg ellen veszítik a labdát. Horváth 2. És nincs büntető. Horváth Tamás talán lerántották, talán nem. Igen, Róbert szólna, onnan mehet az reklam, ez a második ippon volt, amit végrehajtott a Horváth Tamáson. Így nagyon finoman kis Norbert. Gergő az alapon arról visszateszi, és Horváth egy Attila marad lenne a földön. A derekát rántotta meg. Kis. Szerecki forgolódik. Gergő. 3 perc még a mérkőzésből. Adjából. Király Gergőhöz. Hoppá, Szabó ebben nagyon kényelmesen nyúlt bele, úgyhogy így sarokrúgással folytatódik a mérkőzés. Szelecki. Összességében már a, ugye, hogy mondtam, ugye, két helyezés, különbség, két pont is van a két csapat között a Ring BMP javára, de hogyha az eddig lejátszott meccsek eredményeit nézzük, akkor és a gól különbséget is például, akkor talán a Fehérvárs pedig előzetesen én legalábbis esélyesebbnek tartottam, de rám cáfol egyelőre a két csapat, és a Ring BMP én talán azt gondolom, hogy egy picit talán nem lehet azt mondani, hogy tényleg ilyen meglepetés szagú eredményt ér el, főleg, hogy ennyire simán tud nyerni jelen állás szerint, ugye simán nyer, hiszen 3-0-ra vezet. 2,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Tőke a másik tízesről, kis Robertről vágódik le a labda, a Szelecki tartja meg, és teljesen át helyeződik a játék a térférre. Fehérvársped támadó térfelére, hogy így fogalmazzak. Zalatnai. Kis. 2 percen belül vagyunk. Kis Róbert. Takács megy mellette és kapja. Takács tud-e góllal debütálni. Takács lépett megint közbe, aztán Szabó Lajoshoz kerül hátra. Szelecki hozhatja föl. Hát egy 5 góllal, nagyon előkelő helyen áll a góllövő listán, de ma jelen állás szerint ezt az 5-öt nem tudja növelni, tud 5-ről a 6-ra lépni. Horváth 2, Attila. És ez a Zalatnai szerzi meg a labdát, és kis szerencsével Takácshoz kerül, aki király dobja akció, a király. Vissza Takácsnak, Szabó Lajos zárja össze a lábait, marad a 0-3. Szabóról megy ki, Takács kéri el. És ezzel ugye pluszos lesz majd a gól különbsége a ringnek, és mínuszos a Fehérvárspednek. Tehát fordul ilyen szempontból is a kocka, meg nő a két csapat között a pontszámbeli különbség is. Mondom, adott esetben a második helyre, de legalább a dobogó közelébe odaérhet ezzel az eredménnyel a Ring BMP. Kis Norbert védett most nagyot. Kis Robert.
szépen tartja meg, és aztán az Attila lépett közbe, Zalatnait rúgta meg talán, Cselecki, és aztán Takács rúgott egyet oda. Utolsó percen belül vagyunk. Horváth Tamás a labda mögött. Na, ez lehet elvileg az utolsó momentum a mérkőzése, hogyha hagyják a játékvezetők. Vége is. 0-3 tehát. Fehérvárosped Ring BMP 0-3. Pusztai Attila 7. és a 8. percben szerzett gólt, valamint Gergő Zsolt a 40. így alakult ki ez a 3 gólos különbség, ez a végeredmény tehát. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket Pintér Norbert operatőr kollégám nevében, és Kazier Tamást hallották, maradjanak továbbra is a Fehérvár Televízióval.